Csóka községben több nagy léptékű fejlesztés is történt a közelmúltban, az egyik legjelentősebb az egészségház épületeinek a felújítása. Emellett a helyi középiskolát is tatarozták, ami szintén jelentős beruházásnak számít. A helyi kulturális központhoz tartozó könyvtár könyvállományát pedig pályázatok útján igyekeznek bővíteni. A Csókai Egészségház három épületből áll, egy épületben, de különálló helyiségekben van a gyermek és a nőgyógyászati osztály. Egy másik épületben található az általános orvosi rendelő és a gyógyszertár. Szintén különálló épületben helyezkedik el a fogorvosi rendelő és az iroda helyiségek. A közelmúltban két nagyobb beruházásra is sor került. Az egyik az Építsük újra Szerbiát program keretein belül valósult meg. Köztársasági forrásból teljesen felújították a gyermek és a nőgyógyászati osztályt. Kell tudni ahhoz, hogy mielőtt a felújítás elindult, ezek az épületek nagyon rossz állapotban voltak, tehát még Mária Terézia idejébe épültek, úgyhogy falak is, a tetőszerkezet is, tehát minden beázott vég, nagyon rá voltunk arra utalva, hogy kérjük a segítséget, amit meg is kaptunk a köztársasági alakból, a Újítsuk fel Szerbiát, vagy Építsek újra Szerbiát program keretein belül. Két évig tartottak a munkálatok, gyönyörűen meg vagyunk elégedve, nem csak mi, hanem természetesen a pácienseink is, a használóik, tehát a gyermekosztály, illetve a nőgyógyászati osztály került felújításra. Pontosan milyen újításokra került sor? Tehát azt jelenti, hogy teljes tetőszerkezet, a falak maradtak csak, tehát a villanyhálózat, a vízvezetékszerelés, a padlószerkezet és az új berendezés, amit kaptunk a betegeknek az ellátására. Milyen új berendezések kerültek megvásárlásra? Például egy nagyon praktikus nőgyógyászati diagnosztikai asztal a gyermekosztályon, több berendezés, tehát a szemorvosi vizsgálatra szükségesek, új EKG-k, inhalációs gépek, tehát nagyon sok felszerelést kaptunk. A Csókai Egészségház fogorvosi rendelőjét is felújították, erre a tartományi alapból kaptak anyagi támogatást. A padlástérben alakították ki az irodahelyiségeket. Fogorvosi részlegen kicserélték a nyílászárókat, a hőszigetelést biztosították, illetve, ahogy mondtam, a padlástérnek a beépítése történt. Lehetett tudni, hogy mikor fejeződtek be itt a munkálatok? Ezek a munkálatok pont új évre fejeződtek be, de még, mivel hogy kicsit késtünk az átadással, a fűtés nem volt megfelelő helyen, tehát ott még újítás, vagyis illetve ki kellett javítani az akadályokat, ami jelentkeztek, úgyhogy még most vagyunk folyamatban, hogy átadják az épületet. A jövőben először is új mentőautót szeretnének vásárolni, emellett az általános orvosi rendelő épületét szeretnék felújítani. A Csókai Vegyészeti Élelmiszeripari Középiskolában három szakterületen folyik az oktatás. Jelenleg 12 osztály van az iskolában, 6 szerb és 6 magyar tagozat. Ebben a középiskolában is történtek fejlesztések a közelmúltban. A középiskolánkban 2017-es év folyamán a Szerbiai Köztársaság és az Európai Fejlesztési Bank közreműködésével, valamint a helyi önkormányzat segítségével közel 80 ezer eurós befektetésre került sor. A felújításra kerültek a mellékhelyiségek, kialakításra kerültek a tanári mellékhelyiségek, amik eddig nem voltak külön, valamint korszerű felszerelések lettek beszerelve a mellékhelyiségekben. Azon kívül a tetőszerkezetnek a cseréje van még most pillanatnyilag is folyamatban, az időjárás miatt születelnek most a munkálatok. Az elkövetkező időszakban szeretnék a tornaterem tetőszerkezetét és padlózatát is felújítani, azonban erre csak a tulajdonjogi viszonyok tisztázása után tudnak majd pályázni. A Csókai Kultúrközpontban szerte ágazó tevékenység zajlik. A könyvtárban például kézműves foglalkozásokat is szerveznek, így népszerűsítik az olvasást a legkisebbek körében. Emellett gyakoriak a könyvbemutatók is. Említésre méltó a tartományi titkárság által kiírt pályázatokon nyert eszközök, ugyanúgy a Magyar Nemzeti Tanács által kiírt pályázati eszközök, amelyből nem csak szerb nyelven, hanem magyar nyelven jelentős számban tudjuk növelni a könyvállományt. Habár nagyobb felújítás nem történt a könyvtár és a kultúrközpont házatáján, de pályázatok útján folyamatosan bővítik a könyvállományt.
A közügyek vendége Zombori Csaba, Csóka alpolgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen jelentősebb fejlesztések, beruházások valósultak meg Csóka községben? Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a vízvezeték hálózat felújítására, úgyhogy a Csókán most éppen az ötödik fázisa folyik, itt az azbest cement csövek cserét fogjuk elvégezni. Ez 15,5 millió dináros befektetés, és ebből 10 millió dinárt sikerült a tartományi beruházási alaptól, igazgatóságtól beszerezni. A másik nagyobb befektetés pedig a padéi vízvezetékhálózat, itt sajnos meg a régi cínezett acélcseveket találjuk meg, amelyek hát igen sűrűn kilukadnak, úgyhogy ezeknek a második felejtési szakasza folyik, ennek a beruházásnak az értéke mintegy 5 millió dinár, és hát a tartományi mezőgazdasági titkárság mintegy 4 millió dinárra támogat bennünket. Meg kell még említeni, hogy Tisza-Szent Miklóson is van egy beruházásunk, pont a vízvezetékhálózat felújításával kapcsolatban, az a beruházás mintegy 3,3 millió dinár értékű. Itt a költségvetés ennek a beruházásnak a községi költségvetés állja, és a Tisza-Szent Miklósi helyi közösség. A másik fontos és sarkatos pontja a beruházásoknak a helyi jellegű utak felújítása. Itt új aszfalt burkolatot fog kapni a Tisza-Szent Miklósi Vukkaregyics utca, befektetés értéke 15,5 millió dinár, és hát ennek a befektetésnek az összértékét a tartományi beruházási igazgatóság fogja állni, valamint hát kisebb mértékben felújítsuk a Szanádi helyi utakat és az Árszénél Csárnyévics utcába, befektetés értéke 2,7 millió dinár, és ezt teljes egészében az önkormányzat fogja fedezni. Meg kell még említenem, az iskolákban is vannak beruházások, épp az igazgató úr előbb említette is már a tévében, hogyha ezt nem ismételném meg. Azonban meg kell említenem a Tisza-Szent Miklós általános iskolát, ahol a mellékhelység fog megújulni, tehát valamint terve van véve a kézilabdapálya megújulása is. És meg kell említenem az óvoda sikeres pályázatát a Kárpát-medencei óvodafejlesztő program keretébe, és itt hatékonyan közreműködött a Magyar Nemzeti Tanács. Úgyhogy a megnyert pályázat értéke 2 millió dinár, és itt a Tisza-Szent Miklósi kihezett tagozatának, a tagozat épületének az energia hatékonyságát próbáljuk majd javítani. Jól hangoznak a számok, de mi a helyzet a községben a munkanélküliséggel? Hát igen, a községünkben kb. 14.600 lakos van, és azt el kell mondanom, hogy végül is a községünk az a harmadik, illetve a nem eléggé felett önkormányzatok csoportjába tartozik, és hát ez nagyba kihat a népesedési mutatókra is, amelyek negatívak. A polgárok nagy mértékben elvándorolnak, vagy más községekbe, vagy éppen külföldre a jobb boldogulás reményébe. Úgyhogy hát a... Mit lehet tenni ennek a számnak a csökkentése érdekében? Még elmondom, hogy a munkanélküliek számít, mint egy 960-ra becsülhető, ezek statisztikai adatok a Nemzeti Foglalkoztatottsági Szolgálat adatai szerint. Körülbelül 36 egyetemistánk van itt a munkanélküliek között, 365 középiskolás, és az összes többi sajnos az elmondható, hogy általános iskolával rendelkezik. Az önkormányzat kidolgozott egy foglalkoztatási akciótervet, amelyre hát a költségvetés 2 millió dinárt látott elő, hogy véghez vigyük, illetve hát reményeink szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv értelemben még 2 millió dinárt szeretnénk ide kapni, és akkor társítanánk az eszközöket, tehát összesen mindegy 4 millió dinárra rendelkeznénk. Ez az akcióterv előlássa a közmunkaprogramot, ugye? Gondolom a nézők ezt már ismerik. A második irányvonal ennek az akciótervnek pedig az önfoglalkoztatás, tehát az új vállalkozások egyszerű segélyben részesülnek, mint 180 000 dinár értékben. A harmadik sarkatos pontja pedig ennek az akciótervnek az, hogyha valamelyik vállalkozó új munkaerőt alkalmaz a munkaközvetítőről, akkor egy 200 000 dináros támogatást tudunk számára juttatni. Az előbb említett demográfia adatok, negatív demográfia adatok viszont hát kiadnak az ipar további fejlődésére és lehetőségeire, úgyhogy erre éppen példa a két helyi Öntöde, ugye már Csókán kettő is van, amelyek ugye szakember hiánnyal küszködnek, és hát itt sietett segítségére a Vegyészet és Élelmiszeripari Középiskola, amely most szakember képzésbe fogott, és kérelmezte az Oktatási Minisztériumtől az öntők és az olvasztók képzését, ami éppen az előbb említett két vállalatnak a szakember hiányát lesz majd hivatott csökkenteni. Ez akkor a duális szakképzés. A duális szakképzés hát még nem fog elindulni, mert az 2019-től lép érvénybe, azonban mondhassuk, hogy az eddigi klasszikus gyakorlati munka keretében lesz a képzésük, de 2019
19-től már fokozottabb lesz ez, és a teremények szerint az iskola be is fog kapcsolódni, mert ez irányú megbeszéléseket már viszont folytattunk is. Megkezdődött a tagosítás a községben, ez igazából mit jelent, és igen, ez hogyan zajlik? Igen, a képviselőtestület meghozta a döntését, hogy minden olyan tevékenységet megkezdem, amely a tagosításhoz vezet, ez a köznyelven a komaszáció lenne. Ez egy tehát elég hosszú folyamat, mint egy 30 hónapig fog tartani. És hát a lényeg az, hogy a felaprózott mezőgazdasági parcellákat fogjuk tagosítani, tehát nagyobb táblákba csoportosítani. Ezt még mindjárt hozzáteszem, hogy ez önkéntes alapon fog működni. A képviselőtestület meghozta a tagosítás elveiről szóló határozatát, illetve megalakított azt a 7-tagú bizottságot is, amely már hát reményeink szerint gördülékenyen le fogja ezt vezetni. A mostani folyamatában ez a 7-tagú bizottság már működik is, és a jelenlegi állapotába felméri a meglevő állapotokat, a tulajdonjogi viszonyokat, és itt az esetleges nem befejezett tulajdonjogi viszonyokat le lehet szabályozni a lakosoknak. Úgyhogy buzdítom őket, ha vényenek ebben részt, mert ezt most ingyen és bérmentve megtehetik. Ami még nagy siker számunkra ebbe a tagosítási programba az, hogy digitális topográfia alapot fogunk kapni, amiben a kataszter majd be fogja jegyezni a mezőgazdasági felületeket, illetve a városi telkeket is. Úgyhogy én mindenféleképpen sikernek fogom ezt megélni, és még egyszer buzdítom a lakosokat, hogy vegyenek ebbe az önkéntes programba is részt. Most csak egy néhány szavas választ szeretnék. Itt az elején nagy összegű támogatásokról hallottunk, de a község költségvetése mire helyezi a hangsúlyt? A községi költségvetésünknél 452 millió dinár, és akkor ebből mintegy 421 millió a saját eszközünk. Úgyhogy hát el kell mondani, hogy az előbb említett beruházások ez 20%-át tartalmazzák már, és a komaszáció mint olyan, mint egy 70 millió dinárba kerül ebbe az évbe, és ez a folyamat, mivel mondtam, hogy 30 hónapig tart, akkor a következő évi költségvetésben is elő lesz látva. Hát természetesen az összeg többi része a község által alapított intézmények, működési költségét fedezi, az iskolák működési költségét fedezi, de hát meg kell említeni, hogy fejlesztésre is jut, éppen a kommunális közvállalat részére is szántunk eszközöket elő. Amit most ki szeretnénk hangsúlyozni az aktualitáson miatt, hogy a költségvetésben előláttunk összegeket a civil egyesületek támogatására is. Itt konkrétan a község számára kimagasló kultúrtevékenység támogatásáról beszélek, amit mintegy 3 millió dinárral szeretnénk támogatni, de hát a civil egyesületek működési költségébe is beszállnánk, ezt mintegy 1 millió dinárral tesszük. A sportegyesületek számára 5 millió dinárt láttunk elő, és hát az egyházakat is támogassuk, mintegy 2,3 millió dináros összegbe. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt lettem.